Halleluja. Drága mennyi atyánk, köszönjük a te kegyelmedet, köszönjük a te szeretetedet, amelyet kitöltöttél a mi szívünkbe. Köszönjük Jézus Krisztust, köszönjük az ő megváltását, köszönjük az ő hatalmát, köszönjük az ő erejét, amely mai napon is hat, mai napon is élő és ható. És köszönjük a te ígédet, Uram, amely elhat a szívekig. Megítéli, Uram, a gondolatokat, megítéli, Uram, a szívnek minden rezdülését. És köszönjük a te ígéd, Uram, az, ami bennünket megerősít, bátorít, vigasztal, és mindig helyre igazít, Uram, ha szükség van rá. De köszönjük, Uram, hogy te ott vagy velünk minden nap, ahogy megígérted a világ végezetéig. És ezen a mai napon is, Uram, most is, Uram, neked állítunk itt trónt, Uram, és kérjük, hogy foglalj helyet közöttünk, Uram, és védj a mi szívünknek a áldozatát, hozzuk eléd, Uram, a hódolatunkat, kifejezzük előtted, Uram, azt, hogy szeretünk téged. És köszönjük, Uram, hogy te mennyivel inkább szeretsz bennünket. Köszönjük neked a Jézus nevében. Amen. Halleluja. Szeretettel köszöntelek benneteket, akik eljöttetek, hogy meghallgassatok engem, azokat is, akik majd meg fognak engem hallgatni az interneten keresztül. Valószínűleg kicsit többen lesznek. És az, amiről én szeretnék beszélni, igazán ez így körvonalazódott előttem. Egyrészt a félelem, ami úgy gondolom, hogy nap mint nap körülvesz bennünket, és ennek a megoldására pedig ott van az Istennek a szeretete, amely pedig ezt feloldja, és a legjobb esetben pedig el is távolítja az életünkből. Tehát ennek az összekapcsolásáról szeretnék beszélni, ennek a jelentőségéről szeretnék beszélni, és mindemellett nem szeretnék elmenni amellett, hogy mindezt hittel tegyük, és hittel cselekedjük, és akkor fog ez mind megvalósulni, amit szeretnénk, hogy a mi életünkben megváltozzon, helyreálljon, vagy a jövőképünk olyan legyen, ami Istentől való jövőkép, és hogy meg tudjuk állni az életben a helyünket. Tehát igazán a szeretet, ebből irányulva a hit, és a félelemnek a jelenléte, ami mellett most én fogok egy-két szót szólni, éppen azért, mert ugye az elmúlt napok, hetekben ez jött föl bennem elég erőteljesen, és ez nem csak a hitetlenekre vonatkozóan, hanem a hívőkre vonatkozólag egyaránt úgy gondolom, hogy vele járó, nem is tudom, jellemzője az embernek, még akkor is, hogyha mi hívők ezt igazán nem valljuk be, vagy nem akarjuk kimondani, hogy vannak helyzetek, vagy vannak olyan pillanatok, amikor igenis félünk. És ezt szeretném az igén keresztül bemutatni nektek, hogy igenis Istennek úgymond nagy emberei életében is voltak olyan periódusok, időszakok, vagy pillanatok, amikor igenis nagyon erőteljes volt az életükben a félelem, de volt megoldás rá, és erre is szeretnék majd utalni, hogy ők ezen hogy mentek keresztül, vagy miből merítették azt a hitet, hogy képesek legyenek átmenni ezeken az időszakokon és ezeken a pillanatokon. Ugye az ige, ez egyébként most jött föl bennem, ami a Zsoltárokban van megírva, hogy a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Tehát innen indítanék, bár nem ez lett volna a kezdő igém, de közben úgy gondolom, hogy adjátok meg nekem ezt a szabadságot, hogy ahogy Isten munkálkodik bennem, úgy ezt így föl fog jönni, és akkor fogok utalni egy-két olyan dologra, ami szerintem nagyon is fontos és helytálló. Tehát, hogy a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te, Uram, te vagy velem, te igazgatsz engem, te mozgatod az életemet, és te mindenkor velem vagy, és mellettem állsz. Még a legkilátástalanabb helyzetben is ott vagy velem. Ez a kiinduló pontom. De hogy mégis azért visszakanyarodjak arra a pontra, ahonnan kiindult a félelem. Tehát ugye, hogy mint amikor megjelent a félelem. És úgy gondolom, hogy nem árulok el titkot, ha azt mondom, hogy Ádám és Évánál jelent meg a félelem először, és mégpedig akkor, amikor ugye ők elkövették azt a hibát, vagy olyan dolgot tettek, amit Isten nekik megparancsolt, hogy ne tegyék meg. Ebben esetben pedig arról van szó, hogy ettek arról a fáról, amiről Isten azt mondta, hogy ne egyenek. Addig nem látjuk a félelmet jelen az ember életében. Nem volt félelem, boldogok voltak, felszabadultak voltak, és mindent úgy tettek, hogy abból lehetett látni, hogy az élet
és a vitalitás működik az életükben. De abban a pillanatban, amikor elkövették, és utána szembesültek azzal a ténnyel, amikor Isten megszólította őket, hogy Ádám, hol vagy? Éva, hol vagy? És ott leesett bennük az a tény, hogy itt ők most olyat tettek, ami nem volt jó és nem volt helyes, akkor abban a pillanatban meg is jelent a félelem az életükben. Amire mondhatnánk azt, hogy való lesz olvasni, a bűnnek a jellege a félelem, tehát a bűn következtében jön föl a félelem, de fordítva is mondhatnám, hogy a félelem következtében jön föl a bűn. De majd ezt lehet, hogy erre fogok utalni. A lényeg az, hogy megjelent maga a félelem az embernek az életében. És nagyon erősen megjelent a félelem az ember életében. És úgy szeretném folytatni majd, és fölveszem azért a szemüvegemet, hogy jobban lássam, amiket leírtam, de az igéből szeretnék felolvasni egy-két dolgot. Mégpedig azzal kezdeném, ugye ezt nagyon jól ismert ige szakasz, ez az 1 János 4.16-18-ban van megírva, mégpedig az, hogy az szeretetben, ugye a Károly úgy mondja, a Károlyi fordításban az ugyan leírva, hogy a szeretetben nincsen félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet. És én szeretnék egy másik fajta fordítást is mondani nektek, az pedig úgy szól, hogy igen, de le is írtam egyébként. Tehát, hogy ahol Isten szeretete uralkodik, ott nem marad hely a félelem számára. Sőt, amikor ez a szeretet egészen kiteljesedik, minden félelmet kiűz belőlünk. Tehát ez egy ilyen kerekebb képet fest le a félelemről és a szeretetről. És amikor én ezt így elolvastam, akkor az jutott eszembe, hogy a félelem az bejön az életünkben, most mindegy, hogy miért, vagy miért jelentkezik bennünk. De hogy önmagában az a félelem, az ott van, az ott valahogy befurakodta magát. És annak valamilyen formában tere van, hogy az életünkben működjön és munkálkodjon. Itt az a kérdés, hogy ez a félelem, ez hogy fog onnan eltűnni, és hogy fog eltávozni. És még mielőtt erre rátérnék, azt szeretném mondani, hogy amit én láttam, és az elmúlt héten beszélgettem egy hölgyel, akivel együtt dolgozom, és nagyon érdekes volt, nem hívő nőről van szó, aki elmondta röviden azt a történetet az életükből, hogy egy autóbalesetet szenvedtek még 15-20 évvel ezelőtt körülbelül. És ebben az autóbalesetben az ő férje volt az, aki vezetett. Ő pedig mellette ült, és akkor, amikor ez megtörtént, ezt ők túlélték, mert egy másik autó hátulról beléjük szaladt egy kereszteződésnél, de szerencséjükre áttolta őket a kereszteződésnél, és tehát az oldalról jövő autó nem találta el őket. De a baleset olyan értelme baleset volt, hogy a lelkében történt egy óriási nagy félelem, trauma. Igen, igen. És annyira nagy, hogy azóta az ő férje nem mer beülni egyetlen egy autóba sem. Mert amikor csak arról van szó, hogy be kellene ülni egy autóba, hogy fél remeg, és teljesen olyan állapotba kerül, ami még ennek az utóhatása. És akkor elkezdtem gondolkodni egyébként azon, hogy ez az ember az életét úgy éli 15-20 éve óta, hogy ez a félelem bejött az életébe, és ez a félelem ott van az életében. És kihat az életére, és akkor kihat az életébe, amikor valamilyen formában ez érintőlegesen, ez újra feljön az életében, tehát hozzá ér az ő lelkéhez. Ilyen esetben ugye az ő számára ez az autóval való kapcsolat valamilyen formában. Nem is az, hogy csak vezet, hanem az is maga, hogy be kell ülni egy autóba. És akkor elgondolkoztam, hogy vannak emberek, és beleérte saját magamat is, aki az ő életében hordoz olyan dolgokat, amik akár évek óta ott vannak, és akarva, akaratlanul időnként előjönnek. És úgy gondolom, hogy ez nem jó és nem helyes, és nem az Isten akarata ez, hogy mi hordozzuk ezeket az érzéseinket, ezeket a félelmeket.
hanem az Istennek az az akarata, hogy ezektől mi szabadok legyünk, megszabaduljunk, és úgy éljük az életünket, hogy minden területen az életünkben, ebben a szabadságban felszabadultan, örömmel megmerjük, meg tudjuk tenni, ami előttünk van, ami elénk tárul. És ne azon gondolkodjunk, hogy abban az esetben ott én képes vagyok-e rá, meg tudom-e tenni, feljön bennem egy félelem, hogy képes vagyok-e kiállni ide mondjuk a pulpitusra, és beszélni emberekkel, mert régen ez probléma volt. Most hála Istennek már nem probléma, de úgy gondolom, hogy ez egy folyamat volt az életemben, amit Isten elvégzett. De vannak emberek, akik hordoznak olyan félelmeket az életükben, amiktől nem tudnak megszabadulni. Tehát saját erejükből semmiképpen sem. És itt arra szeretnék utána kitérni, hogy van egy másik ige szakasz, amit szintén nagyon jól ismerhettek, az pedig a zsidókhoz írt levélben van megírva, a második fejezetben, hogy itt is kétféle fordítás fogok nektek elmondani, hogy a halál által, mármint hogy Jézus Krisztus, a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudnélik az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok voltak. Egy másik fajta fordításban ezt úgy olvasom el, hogy Jézus a saját halálával legyőzte a sátánt, aki a halál felett uralkodik. Igen, Jézus emberré lett és meghalt, hogy az embereket megszabadítsa a halál félelemtől, amely őket egész életükben rabszolgaságban tartotta. Tehát ugye itt arról beszélünk, hogy Jézus megváltásával nekünk megnyílt az a lehetőségünk, hogy a halál, mert ebben az esetben egyébként szeméről ír a Biblia, tehát nem csak arról, hogy van egy testi vonatkozásban történő halál, hanem van egy olyan személy, a halál, aki uralkodik az emberek fölött, pontosan azzal, hogy meg fognak halni, és el fogja őket ragadni. És a félelem a haláltól az azt jelenti, hogy az emberek nem tudják feldolgozni azt, hogyha valaki az ő közelségükben, de akár a saját életükre nézve, és hogy mi van akkor, ha meghalunk. Hogyan lesz tovább? Mit fogunk csinálni, és mi fog következni? Itt ugyan most hitetlenekről beszélek, olyanokról, akik nem ismerik Istent. De ezeknek az embereknek az egész élete azzal van átitatódva, akarva, akaratlanul, és lehet, hogy nem beszélnek erről, mert amikor boldognak látszanak, vagy boldogok, vagy amikor olyan életet élnek, ami számukra egy kielégítő életforma, akkor ugye nem biztos, hogy foglalkozik az ember magával azzal, hogy egyszer majd meg fog halni. De biztos, hogy van az ember életében olyan időszak, amikor közel kerül ahhoz a pillanathoz, vagy legalábbis szembesül azzal valamilyen formában, hogy ott van a halál, maga a testi elmúlás, amikor valaki meghal, akár egy közelvaló, akár egy rokon, akár nagyon-nagyon közeli olyan, aki mellette élt, és őt elveszítette, vagy nincs többé. És akkor elgondolkozik azon, hogy akkor most mi van? És ezek az emberek állandóan az életükben azt mondja itt, hogy abban a rabszolgasságban élnek, hogy egyszer majd meg fognak halni, és utána vége. Mi, mint hívők, nekünk nem kell ebben a tudatban élnünk, mert megtörtént a megváltás Jézus Krisztus által, ami azt jelenti, hogy ő az ő saját élete árán, vagy a saját halála árán megváltott bennünket abból a helyzetből, hogy mi el fogunk veszni, vagy egy elveszett helyzetbe fogunk kerülni, meg fogunk halni. Itt nem arról beszél az ige elsősorban, hogy a testi halál nem fog megtörténni, hanem arról beszél, hogy Jézus Krisztus azáltal, hogy meghalt értünk, de azáltal, hogy fel is támadt, mutatott nekünk egy olyan utat, hogy van a halálon túli élet, van számunkra az az élet, amely túlmutat a halálon, túlmutat a testi elmúláson, és sokkal több annál. A mi reménységünk abban van, hogy Jézus Krisztus feltámadta a halálból, és ezzel utat mutatott nekünk is, hogy az élet nem áll meg azzal, hogy a végén kisípol, azaz úgymond az a görbe, hanem ott tartunk, hogy a sípolás pillanatában mi átmentünk abba az életbe, ami egy sokkal jobb élet, mint ami itt van. Ez az örök élet. Az örök élet most elkezdődik azáltal, hogy Jézus Krisztus befogadtuk az életünkbe, és ez folytatódik az örökké valóságba, örökké valóságig és tovább. Tehát nincsen annak vége. De
ez nem jelenti azt egyébként, hogy a hívő embernek az életében nem történnek olyan események, tragédiák, vagy nem történhetnek olyan tragédiák, amik miatt az ő élete nem kerül egy olyan helyzetbe, hogy egyszerűen félni kezd, vagy bizonytalanná válik, hogy akkor ott most hogyan tovább, és mi a megoldás. És én azért beszélek most erről, mert úgy gondolom, hogy nincs olyan ember, aki azt mondhatná, hogy soha az életében nem félt, ahogy elkezdtem nektek mondani. És nincs az az ember, aki elmondhatná azt, hogy ebben a helyzetben, amikor félt, amikor félelem fogta el, akkor azt tudta mondani, hogy én biztosan tudom, hogy mi a következő lépés az életemben, mi a következő megoldás. Abban a pillanatban a félelem ellenére tudta azt, hogy én most a következő pillanatban ebből simán kijövök. Ott nem tudjuk, ott abban a helyzetben nekünk szükségünk van egy támaszra, vagy szükségünk van valakire, aki ebben a helyzetben kiemel bennünket. Ugyanis úgy gondolom, ezek a pillanatok már azok a pillanatok, amik túlnőnek a mi általunk kontrollált helyzetem, amit mi már tudunk irányítani. Ezek a pillanatok, ezek már nem azok a pillanatok, amiket mi simán így lerázunk magunkról, hanem ezek már sokkal többek annál. És most nem megyek abba bele, hogy a félelemnek, hogy most milyen félelemről beszélek, egy piciről vagy nagyról, hanem arról beszélek, amikor az ember maga olyan helyzetbe kerül, hogy ki van szolgáltatva, kiszolgáltatott állapotba kerül. És akkor úgy gondolom, hogy itt szükség van egy segítségre, vagy egy segítőre. És az emberek a világban ilyenkor van az, hogy futnak mindenkihez, és várják a segítséget, hogy ki az, aki őket ebben a helyzetben át tudja segíteni azon a kritikus ponton, a kritikus pillanaton. A hívő ember is ilyen egyébként, mert ő is fut, és ő is keresi a megoldást. De számára ott van az a megoldás, hogy Istenhez fordul, hittel és bizalommal, és azt várja, hogy Isten fog neki segíteni. És ezeket ő alapozhatja arra, hogy az életében már megtörténtek olyan dolgok, ahol Isten megsegítette őt, és ezekre rá tud állni. Alapozhatja arra, hogy tudja azt, hogy Isten igéjében meg van írva az, hogy Isten megsegíti őt, és átsegíti még ezeken a nehéz pillanatokon is, mert ő vele van. És úgy folytatom, hogy ugye mi, amiből mi meríteni tudunk, az az Istennek irántunk való méretetlen és felfoghatatlan szeretete. Az a szeretete Istennek, amit mi egyébként, tehát képtelenek vagyunk megérteni, bizonyos helyzetekben át tudjuk élni, és meg tudjuk érezni, hogy Isten mennyire szeret bennünket. De azt gondolom, hogy ebben a szeretetben mi nem jutottunk el még a végéig. A legvége az az lesz, amikor ott leszünk ő vele. Addig ebben a szeretetben növekedni tudunk. És egyre erősebben tud bennünk ez a szeretet növekedni. És az ige is ezt mondja. És azt mondja az Isten igéje, hogy növekedjetek ebben az isteni szeretetben. Tehát nem mondja azt, hogy ez egy ilyen állandó, amit mi megélünk, állandó szint, hanem azt mondja, hogy ebben lehet növekedni ebben a szeretetben, és azáltal tudunk növekedni, hogy őt egyre jobban megismerjük. Egyre jobban megismerjük az Istent. Egyre közelebb van hozzánk az Isten, egyre szorosabb vele a kapcsolat, és ebben a kapcsolatban mi egyszerűen megéljük az Istennek irántunk való szeretetét, és az Isten felénk irányuló szeretetét. Sokkal inkább, mint bármikor. És én ezt szeretném mondani nektek egyébként, hogy vágyódjatok még jobban az Isten szeretete iránt, vagy az Isten szeretete után. Vágyódjunk az Istennek a szeretete után, ami méretetlen nagy, ami kifogyhatatlan, ami feljebb való mindennél. És van az az ige, az Efézus levélben van megírva, hogy Pál is így imádkozik, hogy adja meg az Isten nekünk azt, hogy a Krisztusnak minden ismeretet felül haladó, vagy felül múló szeretete betöltsön bennünket. Hogy ezt kéri az Atyától, hogy ez a szeretet töltsön be bennünket, mert ha ez a szeretet betölt bennünket, akkor mi egy olyan állapotba kerülünk, hogy ami körülvesz bennünket, az elenyésző, az semmi ahhoz képest, mint amikor, ahogy Istennek a szeretete bennünket betölt és átölel. És ezért mondja Pál is,
hogy az Istennek, a Krisztusnak minden ismeretet felülmúló szeretete töltsön be bennünket egészen. Egészen az Istennek a teljességéig. Egészen addig, hogy már akkor ott megszűnik minden. És ott már egyek vagyunk az Istennel. Egyek vagyunk ő vele. És igazán ez a cél. Ez a cél, hogy ide eljussunk, hogy ez a szeretet ilyen mértékben legyen rajtunk. Visszakanyarodva oda, hogy és ez valószínű, hogy így van minden ember életében, hogy amikor megtértünk, vagy megtérünk, akkor az első szeretet, ami bennünket ott megragad és betölt, az egy óriási nagy szeretet. Akkor azt mondjuk, hogy akkor képesek vagyunk mindenre. Mindent képesek vagyunk megtenni, mindent képesek vagyunk megcsinálni. Akkor átöleljük tényleg a mennyet, átöleljük azokat az embereket, akik körülvesznek bennünket, mert akkor az a szeretet bennünk. És erre mondja azt, hogy ez az első szeretet. Ez az első szeretet. Ez az első szeretet tüze, az mindig ott égjen a szívünkbe. És az lenne a jó, hogyha ez állandóan égne a szívünkbe. Állandóan ugyanaz a szeretet tüze égne bennünk. De hogy ez sokszor az élet dolgai közepette, a nehézségek közepette elhalványul, lankad, vagy elkezd pislákolni. És ezért mondja az ige az, hogy újuljon meg bennünk az első szeretetnek a tüze. Újuljon meg bennünk ez az isteni szeretet, hogy újra tudjunk lángra lobbanni, újra tudjuk a környezetünket lángra lobbantani, újra tudjuk azt megélni, ahogy Isten szeret bennünket, újra tudjuk továbbadni az embereknek az Istennek a szeretetét, hogy mi azt úgy tudjuk képviselni, hogy Isten azt nekünk adta, ahogy Isten az ő fiává fogadott bennünket, mint fiak. Tudjuk ezt az embereknek átadni, hogy ők is szomjúzzák, ők is vágyódjanak ez után, a szeretet után. Ez a cél, és ezért nagyon fontos, hogy ez a szeretet ez ott égjen bennünk. De mondom, azért a világ, meg a körülvevő dolgok, azért ezt megpróbálják nagyon rendesen, vagy nem rendesen kikezdeni. Megpróbálják, hogy az életünkben ez elfogyjon, ez a szeretet. És azt gondolom, hogy vannak olyan pillanatok, amikor ez a szeretet tényleg csak kegyelemből, mármint úgy gondoljuk, hogy csak a kegyelem az, ami bennünket megtart, és ott pislákol az a szeretet. De akkor is úgy gondolom, hogy az Isten szeretete irántunk nem változott meg. Nem fogyott el. Nem lett kevesebb az Istennek irántunk való szeretete. Az más dolog, hogy mi ebből mennyit élünk meg, vagy mennyit érzékelünk, de az Isten irántunk való szeretete nem változott meg. Soha nem is fog megváltozni irányunkban az Istennek a szeretete. Ő mindent odaadott Jézussal együtt. Mindent nekünk adott. Ő minden a miénk. És igazán ezekben a kritikus helyzetekben mi nem tudunk más, csak ebbe belekapaszkodni. Csak így tudunk Isten felé fordulni. Hogy Uram, akkor már szerettél, mikor még a bűneimben voltam. Akkor most, amikor hozzád tartozom, akkor biztos vagyok benne, hogy szeretsz engem. Ezt a helyzetet is te látod, és meg tudod változtatni. És folytatnám azzal, hogy két részt szeretnék az igéből felolvasni. Az egyik egy ószövetségi, a másik pedig egy új szövetségi. És az első az a 1 Sámuel 17, ez Dávid és Góliát története. Nem fogom az egészet felolvasni, hanem egy részt szeretnék belőle kiemelni, ami a félelemre irányul, és a félelemmel kapcsolatos. És utána szeretnék erről röviden beszélni. És oda megyennék egészen vissza, hogy Dávidról tudjuk, hogy ki volt. Tudjuk azt, hogy ő volt a legkisebb fiú. Tudjuk azt, hogy Isten kiválasztotta Saul után, és Sámuel elment Dávidhoz, és felkente, hogy ő lesz majd a király. De még ez időbe telt, míg ő király lett. Nem is erről szeretnék beszélni, hanem arról az időszakról, amikor a filiszteusok Izraellel kezdtek el háborúzni. És Dávid otthon maradt, a testvérei viszont ott voltak a harcmezőn. És Dávidnak egyszer szól az ő édesapja, Isai, hogy menj el a te testvéreidhez, és vigyél nekik élelmet, kenyeret, stb., és látogass meg őket, és hát tudakolj felőlük, hogy hogy vannak, mikét vannak, hogy megy a soruk. És akkor egyik nap, ezt innentől kezdve szeretném nektek felolvasni. Egyik nap Isai azt mondta Dávidnak, a fiának, gyere fiam, itt van ez a zsák pörkölt gabona, meg 10 kenyér, vidd el ezeket a testvéreidnek a táborba. Ezt a 10 sajtot pedig add át a parancsnokuknak. Hozd nekem hírt a testvéreidről, hogy jól vannak-e.
Saul, a testvéreid és Izrael egész serege az Élá völgyben táboroznak. Ott harcolnak a filiszteusokkal. Dávid másnap korán reggel fölkelt, a nyájőrzését egy szolgára bízta, fogta a testvéreinek küldött élelmet, és elindult, ahogy Isai meghagyta neki. Éppen akkor ért a táborba, amikor Izrael serege nagy csatakiáltással kivonult a harcmezőre. A két sereg felsorakozott egymással szemben. Dávid a csomagját rábízta arra, aki a felszerelést őrizte, és odafutott a csatasorba testvéreihez, hogy köszöntse őket. Mi alatt velük beszélgetett, a filiszteusok bajnoka, a Gátból való Góliát szokása szerint megint előállt, és elismételte, amit már sokszor mondott. Dávid azonban csak most hallotta először. Amikor az izraeli katonák meglátták Góliátot, rémülten elfutottak előle. Egyikük ezt mondta: látjátok ezt az embert, aki előlépett a csata sorból? Már megint itt van, hogy gyalázza Izraelt. Ha akadna valaki, aki őt pár viadalban megölné, a Saul király gazdagon megjutalmazná. Még a leányát is hozzáadná feleségül, és a győztes családját felmenteni minden adófizetés alól. Dávid odafordult a mellette álló katonához, és megkérdezte: mi történik azzal, aki megöli ezt a filiszteust, és lemossa Izraelről ezt a gyalázatot? Ki ez a körülmetéletlen filiszteus, hogy gyalázni merészeli az élő Isten seregét? A katona meg a többiek megismételték, hogy mi lesz a jutalma annak, aki Góliátot megöli. Dávid legidősebb bátyja, Eliáb, hallotta, amint Dávid a többiekkel beszélget, és haragosan ráripakodott az öccsére. Minek jöttél ide? Kire hagytad azt a néhány jót a pusztában? Ismerlek, milyen elbizakodott vagy. Tudom, hogy mi rosszban töröd a fejed. Csak azért jöttél, hogy megnézd a csatát. Ugyan mi rosszat tettem? Kérdezte Dávid. Csak beszélgettem a katonákkal. Azután hátat fordított Eliábnak, és tovább kérdezgette az embereket, hogy mi lesz a jutalma annak, aki legyőzi Góliátot. De mindenki ugyanazt válaszolta. Eddig nem olvasom tovább a történetet. Itt egy rész, amit szeretnék kiemelni, és e köré szeretném fonni az egész szet, amivel én megpróbálnám ezt körülírni és megmagyarázni. Mégpedig az, hogy amikor Dávid elment, és meglátogatta az ő testvéreit, és ott volt a táborban, és ez a Góliát nevezetű óriás odalépett és kilépett, és újra elkezdte ismételgetni, hogy nincs köztetek senki, aki kimerne velem állni, és gyalázta Istennek a népét. És akkor, amikor ezt Dávid hallotta és körülnézett, akkor azt vette észre, hogy Izraelben, ott a seregben nincs egyetlen egy olyan ember sem, aki erre ne úgy reagálna, hogy egy félelem, egy rémültség fogja el. Ezek erős katonák voltak. Ezek óriás, nagyon-nagyon erős katonák voltak. Ezek tudták, hogy hova mennek. És mégis olyan félelem kerítette őket hatalmukba, hogy ott nem tudták, hogy mit évők legyenek. És ez nem napokon keresztül, hát ez nem csak egyszeri dolog volt, ez provokáció volt a javából, napokon keresztül, és senki nem mert semmit sem mondani, sőt úgy gondolom, hogy egyre inkább, egyre kevesebbnek látták, és kisebbnek látták magukat, ahogy mentek a napok előre. És egyetlen egy ember sem volt, aki azt mondta volna, hogy álljon meg a menet. Mi a Izrael népe vagyunk, akit a mindenható Isten vezérel. Senki. És akkor Dávid oda megy ebbe a táborba, és Dávid ezt hallja, és azt mondja, hogy körülnéz, és figyeli, hogy ki az, aki erre reagál, mert az jó szokása szerint azért megtanulta azt, hogy utolsó fiúként, mármint hogy a legkisebb fiúként nem fog egyből beleszólni. Megvárt, hogy hátra vannak nála nagyobb emberek, akik ezt valahogy erre reagálnak. És nem volt, és akkor Dávid körülnézett, rácsodálkozott, és azt mondta, hogy kicsoda ez a körülmetéletlen filiszteus, aki gyalázza az Istennek a népét. Hogy merészeli azt a népet, akit a mindenható Isten, az az Isten, aki teremtett mindent, választott ki. És ugye itt egy dolog van, ami bennem tényleg nagyon erősen följött, hogy utána a legidősebb báty odafordul Dávidhoz, és ezt ráförmed,
hogy te mit keresel itt? Miért nem vagy ott a te helyeden? Miért nem legelted a nyájadat, ami a te dolgod? Miért a nagyobbak dolgában miért töröd a fejedet? Miért mész oda? És itt két lehetősége volt Dávidnak. Az egyik, amit mi is nagyon sokszor elkövetünk hibaként. Megsértődünk, hátat fordítunk és elmegyünk, ott hagyjuk az egészet. Ezt majd elmondom, hogy miért mondom. A másik lehetőség az volt, amit viszont Dávid tett, hogy nem reagált ugyanezzel az indulattal, hanem valószínűleg tartom, hogy Dávid megpróbált egy megértéssel, egy szeretettel fordulni a bátyjához. Lehet, hogy már többször kapta ezt, és már megtanulta az idők folyamán, hogy erre nem lehet ilyen kard-ki-kard módon reagálni, hanem megtanulta azt, hogy sokkal jobb azt, hogy egy ilyen alázattal vagy szeretettel fordulok oda a másikhoz. És megértette, amit mondott Eliáb, de mégis úgy gondolom, hogy nem ez nyomta őt le, hanem odafordult és folytatta tovább azt a fajta beszélgetést azokkal az emberekkel, akik ott voltak. És ezt azért mondom, mert én úgy gondolom, és a saját személyes életemből mondok, még ha nem is annyira nagyon személyes példát. És ezt most gondoljátok végig. Valószínűleg a félelemhez ugyanúgy kapcsolódik egyébként. Hogyha Isten mutat valamit az életünkben, amire azt mondja, hogy ezt tedd meg, és munkálja te szívedben azt, és úgy gondolom, hogy akkor munkálja a szívedben, ha ez foglalkoztat téged már huzamosabb ideje, és olyan dolog, amivel te Isten szeretnéd szolgálni, szeretnéd viszonozni az Istennek a jóságát és kedvességét, és esetleg jönnek olyan ingerek, és érnek téged olyan információk, amik ezt megpróbálják valamilyen formában keresztül húzni. Tehát azt mondják neked például, hogy te nem vagy rá alkalmas, te nem vagy képes rá. Te miért jöttél ide? De kicsoda vagy? Tartsd meg a protokoláris sorrendet, és majd akkor utána, majd esetleg jut rá idő, akkor majd szóba állunk veled. És akkor majd előléphetsz, és akkor majd megteheted azt, ami benned van. Majd esetleg. És te vársz, hogy ez megtörténjen, vagy még rosszabb esetben kikéred magadnak, és azt mondod, hogy akkor elmegyek innen erről a helyről, vagy elmegyek onnan, ahol ezt engem ért, és sértődöttem, föltett kézzel, hátat fordítva, kilépek abból a szituációból. És azt mondom, hogy akkor ide se jövök többet, akkor azt mondom, hogy akkor valószínű, hogy akkor még nem jött el az idő. Utána újra folytatódik ez a dolog benned, ez munkálkodik tovább, és szeretnéd, hogy ezzel te valamit tudjál kilépni. De ott van erősen benned az, ami ért téged, az az érzés, az a nem életérzés, hanem negatív érzés, hogy elutasítottak, visszautasítottak, vagy valami olyan dolgot mondtak, amit te magadra vettél. Egyébként nem biztos, mondom ezt halkan vagy hangosan, hogy az a fajta reakció, amit más kifejezett feléd, az negatív volt. De visszacsatolnék arra, hogy lehet, hogy a te életedben volt már hasonló periódus és hasonló dolog, ami megtörtént, és abból te úgy jöttél ki, hogy rosszul, és azután itt erősebben előjön belőled az az érzés. Volt már veletek ilyen? Hogy egy ugyanabban a szituáció, ugyanabban a helyzetben belekerültél újra, más személyek voltak, más körülmények voltak, de eszedbe jutott az, ami valamikor történt veled gondolati szinten, és abban a pillanatban megerősödött benned, és elfogott egy félelem, egy szorongás, vagy bármi, ami ehhez köthető még, és egyszerűen bezártál, és próbáltál ebből kitörni, de nem voltál képes rá, mert erősebb volt a félelem, és ugyanúgy reagáltad le, mint reagáltad ezt előtte, vagy reagáltad le ugyanúgy, mint ahogy előtte ezt reagáltál erre x idővel. És ezek a dolgok, higgyétek el, hogy ez újra és újra meg fog történni egyébként, mindaddig, amíg felül nem írod. Amíg nem tudod felülírni, vagy nem írja fölül valaki, vagy valami. És ezt azért mondom el, mert itt ebben, tehát az én életemben azt gondolom, hogy vannak olyan dolgok, amik húzódnak, és évek is telnek el óta. És ezt kívánom nektek, hogy ne legyenek olyan dolgaitok, amiket évekig húztok, és amiatt az életetek belekerül egy olyan vakvágányba azon a területen. Ez nem az Istennel való az a kapcsolat, hogy meg vagy váltva, hogy szeret az Úr téged, hanem az a terület, amiben te szeretnél
előrébb jutni, de nem tudsz, mert ott le van blokkolva. Le van blokkolva a félelem miatt. És nem kívánom nektek, hogy az életeteket úgy éljétek, vagy sokan úgy élik le, amit olvastam, hogy a félelem annyira megbénítja őket, hogy egész életükre, egész életükben ez végighúzódik, végigkíséri őket, és úgy fognak eltávozni ebből az életből, hogy azon a területen ők nem győztesek. Nem győztesek marad, nem győztesek lesznek, vagy válnak győztesekké, nem élik át a győzelmet, hanem megmaradnak vesztesként. És visszatérve itt Dávidra, azt látom, hogy ha Dávidnak az életében az a fajta Istennel való kapcsolat, ami nem itt kezdődött, hanem már megtörtént, amikor ő vigyázott a junyájra, és pásztorkodott, és ott nap mint nap megharcolta az ő harcait, és megküzdötte az ő küzdelmeit. Ha azok ott nem viszik őt diadalra, akkor ebben az egyszerű kis csatában ugyanúgy elvérzett volna, mint bármelyikünk. És ha Dávid itt elvérzett volna, akkor a történetet kicsit tovább folytatjuk magunkban, milyen következményekkel járt volna. Izraelnek vége. Annyi. Mondhatnánk azt, de Isten tudta, persze. Azért hívta el Dávidot. Én is úgy gondolom, egyébként Isten tudta, mert ismerte Dávid szívét. Tudta azt, hogy Dávidnak a szíve ott a junyájnál is ugyanaz a szív volt, ami Istennel kapcsolódott össze. És tudta azt, és ebben a helyzetben is össze fog kapcsolni vele. Én nem mondom azt, hogy ebben a szituációban nem foghatta el Dávidot a félelem, vagy nem volt olyan érzése, hogy esetleg ő is megrihadt volna. De itt erről nem ír, hanem arról ír, hogy ő úgy reagálta erre a helyzetre, mint aki felháborodott amiatt, hogy hogy merészel ez a Góliát ilyet mondani, és hogy merészeli az Izrael népét gyalázni, és az Isten nevét gyalázni. Röviden, amit én kiemelnék, de a bátyjának való beszólása, és sokszor nekünk a legnagyobb félelem meg fájdalom akkor születik, amikor hozzánk legközelebb lévő emberek mondanak olyan dolgokat, amiket nem vártunk. A tesó mondja. A tesó mondja nekünk, és onnantól kezdve az életünk megállt azon a ponton. Hopp, vége, csak megy az idő, mi ott megrekedtünk. És mi fogja kimozdítani onnan? Hát jobb esetben de jó lenne az a tesó, mert vele meg tudom beszélni. De van a másik lehetőség, amikor Isten engem mozdít, és én fogok majd lépni abban a dologban, akár a tesó felé, de mindenképp átvisz ezen a mélységen, ezen a nehézségen. És Dávid megtette volna az Eliábnak a reakciójára, ugyanúgy reagál, hogy azt mondja, hogy jó, elegem van megint belőled, megint szólsz nekem, pedig nem csináltam semmi rosszat, megyek is vissza, apámnak megmondom, hogy rosszat mondtál rám. Tehát most értitek, de Dávid nem ez volt. Dávid tudta, hogy itt ebben a helyzetben mi az ő része, és neki mit kell reagálnia. És ő megtette azt, amit kellett neki tennie. Mégpedig azt, hogy a seregek ura nevében felállt, és tette a dolgát. És utána ugye a következő lépés, amit nem olvastam föl, hogy Saulhoz jut a hír, oda megy Saulhoz, és Saul ránéz Dávidra, és egyszerűen megdöbben, mert a láthatók azt mondják, hogy ez a fiatal kis emberke miért mondja azt, hogy egyszerűen, hogy ő majd kiáll Góliáttal szemben, hát biztos, hogy a vége az nem a mi malmunkra hajtja majd a vizet. És akkor erre Dávid megerősíti Sault azzal, hogy a te szolgád, Dávid, amikor vigyázott a juhokra, akkor ott, ha jött egy oroszlán, vagy jött egy medve, akkor igenis megvédte az ő nyáját, és igenis szembeszállt az oroszlánnal, szembeszállt a medvével, és Isten nevében, az Istennek az erejével képes volt legyőzni. Ezért Saul, te se arra néz, amit látsz, hanem nézz fel az Istenre, és lásd meg, hogy az Isten szolgája áll itt előtted, most ezt én mondom, ez én olvasatomban, aki az Úr nevében oda fog menni, és le fogja győzni ezt a Góliátot. És valószínű, hogy ott a Saulnak a szívében ez történt. Abban a pillanatban azt mondta, hogy ez az emberke, ez most nem csak úgy beszél a vaktába, hanem amit mond, az egy valóság. Ővel az Isten van.
És akkor a lényeg az, ennek az a vége, hogy Dávid kimegy és legyőzi a Góliátot. Tehát itt nem is arra akartam egyezni a hangsúlyt, hogy legyőzi a Góliátot, hanem arra, hogy volt egy félelem aspektus, egy olyan szindróma, amiben minden izraeli beleesett. Dávid viszont az Istennek a Istennel való kapcsolatából vezéreltetve úgy ment oda, hogy őt nem a félelem kerítette hatalmába, hanem az Istennek a közelsége, és azt mondja, az Istennek a szeretete, ami képes arra, hogy megváltoztassa a körülményeket, vitte őt bele ebbe a csatába. Tudta, hogy vele van az Isten. Tudta. Azért is mondja egyébként Góliátnak, hogy te jössz velem szembe, én meg a seregek ura nevében jövök, és ezért neked kell meghalnod. Ha már választani kell, akkor te fogsz meghalni, és nem én. Mert ugye ott is elkezdte őt Góliát provokálni, illetve megpróbálta megfélemlíteni. De nem lehetett Dávidot megfélemlíteni. Teli volt Istennek a jelenlétével, az Istennek a szeretetével. Értitek? Tehát ez volt az egyik, amin én szerettem volna ezt így végvezetni. A másik pedig ennél sokkal rövidebb történet, ez a Lukács 8-ban van megírva. A Lukács 8:22. Ez egy ilyen kis történetecske, de mégis úgy gondolom, hogy egy nagyon tanulságos történet, és abból a szempontból is tanulságos történet, hogy itt azt kell, hogy lássátok, hogy olyan emberekről van szó, akik tudták, hogy milyen helyzetben vannak, tehát, hogy nem csak belesodródtak ebbe a helyzetbe, hanem tudták, hogy milyen helyzetben vannak, és tudták, hogy ez mit jelent a számukra, és ezért féltek. Mert van olyan helyzetszituáció, amikor belesodródunk egy-egy helyzetbe, és ott ragad ránk egy félelem. Előfordulhat, hogy bemegyünk az oroszlán barlangjába, és ott hirtelen megcsap bennünket az a félelem, és ugyanígy, mint Dávidnál, Dávidot megcsaphatta volna az a félelem. Hát olyan atmoszféra volt szerintem ott a táborban, hogy az a félelem olyan gyorsan ráragadhatott volna Dávidra, hogy azt ki se lehet mondani. És itt ebben az esetben, de Dávid ugye nem erre készült. Tehát azt gondolom, hogy Dávid nem készült arra, hogy ott amit fog kapni, az lesz, hogy azzal szembesül, hogy Izrael serege egyszerűen remeg és fél és retteg, amikor ez az óriás kilép. Értitek? Tehát de ebben az esetben, amit most szeretnék nektek felolvasni, itt ezek az emberek tudták, hogy abban, amiben benne vannak, az milyen helyzet. És azt szeretném, amikor Jézus a tanítványokhoz megy, mindjárt megkeresem, hogy Lukács 8:22, és ott van a hajóban Jézus is már, és egyszerűen egy óriási vihar kerekedik. És ebben a Lukács 8:22-ben azt olvassuk, hogy azokban a napokban történt, hogy Jézus a tanítványával együtt beszállt egy bárkába. Menjünk át a tó túlsó partjára, mondta nekik, és elindultak. Miközben hajóztak, Jézus elaludt. Hirtelen szélvihar csapott le a tóra. A hajó már kezdett megtelni vízzel, és mindannyian veszélyben voltak. A tanítványok ekkor felébresztették Jézust. Mester, mester, végünk van! Jézus felkelt, ráparancsolt a szélre és a dühöngő hullámokra, mire azok lecsillapodtak, és nagy csend lett. Majd a tanítványokhoz fordult, és azt mondta nekik, hol van a hitetek? Ők nagyon megdöbbentek, és elámultak ezen. Egymástól kérdezgették, kicsoda ez, hogyha parancsol, még a szél és a víz is engedelmeskednek neki. Tehát ez lenne ez a kis rövid történet, amiből azt szeretném megint csak kiemelni, hogy itt a tanítványokról beszélünk, akik halászattal foglalkoztak, és nap mint nap mentek ki erre a tengerre, és nap mint nap szembesültek azzal, hogy igenis vannak hullámok, vannak olyan viharok, amik túlnőnek már azon, és akkor minél hamarabb próbáltak bejönni, hogy ne történjen velük semmi. De ebben az esetben itt azt mondja, hogy olyan gyorsan jött ez a szélvihar, vagy csapott le rájuk, hogy nem volt idejük arra, hogy visszavezzenek, vagy a partra kimenjenek. És hát egyszer megrémültek, és egyszer félelem fogta el őket. Óriási félelem foghatta el őket. Pedig ezek az emberek tudták egyébként, hogy tényleg ez mivel jár. Tehát ők
tisztában voltak azzal, hogyha itt nem történik valami, akkor ők el fognak veszni, meg fognak halni. Jézus közben ott aludt a hajóba. Nagyon érdekes ez egyébként. Jézus ott aludt. Oda mentek Jézushoz, és felkeltették, hogy Jézus, el fogunk veszni, meg fogunk halni mindannyian. És erre Jézus ugye mit tesz? Biztos körülnézett, igazán őt nem fogta el a félelem abban a helyzetben, hanem gyakorolta azt a hitet, ami benne volt, és parancsolt a hullámoknak, parancsolt a viharnak, és abban a pillanatban megszűntek. Ezek után érdekes, odafordul a tanítványokhoz, és megkérdezi, hogy hol van a ti hitetek, vagy miért vagytok olyan kis hitűek, hogy ebben a helyzetben nem tudtok mit tenni. Tehát úgy gondolom, hogy amit a tanítványok meg tudtak tenni, azt ők megtették, biztos vagyok benne, emberileg. Ott lapátolták a vizet, amennyire tudták, de egy idő után már nem tudták lapátolni, mert annyira megtelt. És Jézus mégis azt mondja, odafordulva hozzájuk, és nem azért mondja, hogy őket megszégyenítse, hanem mert azt gondolom, hogy talán Jézusban az volt az a természetes folyamat, hogy itt az Istennel való kapcsolat, meg az Atyával való kapcsolatából kiindulva meg tud változni a körülmény abban a pillanatban. Rájuk nézett, hát hiszen veletek vagyok, veletek voltam eddig is, úgy gondolom, hogy ti is tudjátok, hogy az Isten mire képes, meg tudja változtatni a körülményeket. Most így röviden próbáltam ezt a dolgot így nektek felvázolni. De hogy itt a lényeg az, hogy egy óriási félelem fogta el őket, és nem volt megoldás. A megoldás Jézus volt az ő számukra. Jézus volt, aki ott volt velük. És Jézus valóban meg is tette, amit megtehetett, megmentette az ő életüket. És nagyon fontos az, hogy a félelem sokszor olyan mértékig túlnő rajtunk, hogy nem vagyunk képesek, mondom, azt kontrollálni. Nem vagyunk képesek befolyásolni. Az bennünket leural, rabszolgává tesz, leblokkol, megbénít, és képtelen abból az ember ott a saját erejéből kijönni. Nem tud kijönni a saját erejéből. Mi a megoldása? Egyrészt mondtam azt, hogy az Istennek az irántunk való szeretete az a megoldás, ami ki tudja űzni az ember életéből a félelmet. Igazán más receptet én nem tudok mondani. Biztos, hogy vannak olyan emberek, akik különböző olyan foglalkozásokat űznek, amikkel megpróbálnak segíteni az embereken, hogy az életük megváltozzon, és kijöjjenek azokból az elakadásokból. És ezek az emberek a legjobb szándékuk vezérli őket, és megpróbálnak a lehető legjobb módon terápiát, tehát ebben részesíteni azokat az embereket, és megpróbálnak a lehető legjobb módon segíteni. És mégis azt gondolom, hogy a legjobb megoldás Jézus, aki nem csak valamilyen formában változtat azon az helyzeten, hanem azt onnan ki is törli. Ki is veszi. Olyan módon veszi ki, hogy az életünkben nem kell, hogy legközelebb valamilyen szinten felüsse a fejét. Én azt gondolom egyébként, hogy ez nem jelenti azt, hogyha egy helyzetben te már megharcoltál egy ilyen szituációt, akkor a másik helyzetben újra nem próbálkozik, és nem próbálja újra rád nyomni azt a fajta érzést, hiszen emberek vagyunk, a gondolataink, azok működnek, és ugyanúgy megpróbál visszacsatolni és visszakapcsolni azokra a szituációkra, amiket már megéltünk egyszer. Isten, tehát hogy én úgy gondolom, hogy ez nem agymosás. Ez nem egy agymosáson megyünk keresztül. De nem mindegy, hogy akkor, amikor azok a gondolatok jönnek, akkor azokat a gondolatokat én el tudom-e utasítani, és vissza tudom-e utasítani, és el tudom-e űzni magamtól, vagy újra az a gondolat, újra megerősödve, elindít bennem ugyanazt a folyamatot. Értetek, amit szeretnék kifejezni és kimondani. És én azt gondolom, hogy itt ugye én arra helyeztem a hangsúlyt, hogy a szeretet az, ami kiűzi ezt a félelmet. De hogy ez a másik fordítás, az új fordítás azt mondta, hogy ebben a szeretetben, amíg ez teljességre jut, ha teljességre jut, akkor kiűzi a félelmet teljesen. És sokszor van az egyébként szerintem, hogy ez a szeretet úgy megpróbál utat törni magának, és kiszorítani a félelmet. És még ez még nem a teljesség. Ez még nem az a végállomás, amire mi szeretnénk eljutni. Ezért ott lehet, hogy elbizonytalanodunk, hogy de hát miért nem történt már meg az, hogy teljesen kitörlődött az életemből? Miért nem történt? Miért kell újra
hasonló helyzetben szoronganom. Miért kell megint csak kicsit rosszul éreznem magamat? És azért, mert szerintem itt nagyon fontos az átmosás. Hogy nagyon fontos az, hogy Isten szeretete teljesen átmossa a mi életünket, teljesen átvilágítsa, teljesen kitisztítson bennünket az életünk minden területén. Értitek? Tehát teljesen. Ez a hitnek a harca is egyébként. Ez a hit harca is. Ez a hit harca. Tehát mi hittel belelépünk valamibe, akkor a hitben ki kell tartani. Én azt gondolom, hogy nem csak arról szól, hogy hittel valamibe belelépünk, és akkor azt mondjuk, hogy ez most már akkor megtörtént, vége van, stb. Ezeket megvallhatjuk. Kimondhatjuk, hogy Isten ott van velem, és hittel beleléptem, hogy Isten elvette tőlem a bűneimet, vétkeimet. De ebben ki kell tartanom, végig kell futnom ezt a pályát, meg kell erősödnöm benne abban, hogy a végén azt mondhassam, hogy ezek már a mögöttem vannak. Ezeket már elhagytam. Az életemben elhagytam olyan dolgokat, amikre, hogyha csak gondolkozom, akkor rácsodálkozom, hogy hoppá, ez most nincsen. Ez most nem történik meg ugyanúgy, mint máskor megtörtént. Bemegyek a metróba, félek, fóbiám van, és ez volt éveken keresztül, és bemegyek a metróba, és most már nincsen. Tehát most csak egy példát mondtam nektek erre. És ez azért nincsen, mert te megharcoltad a hitnek ezt a harcát, vagy legalábbis Istentől vártál egy segítséget, és Isten elvette. Mondom, másfajta terápiák is vannak, hogy megtörténhessenek ezek a dolgok. De azt gondolom, hogy most nem erről szeretnék beszélni, hanem arról, ami az isteni megoldás, ami Jézus számunkra. Ő a megoldása ennek az egész helyzetnek. Még egy történet, ami arról szól, és ezt lehet, hogy nem fogom felolvasni, hogy, és akkor már le fogom zárni egyébként, mert idő van, hogy amikor Elizeus szolgálja Géházi. És ez a történet arról szól mégpedig, hogy egy óriási... Na mindjárt, ha megtalálom, akkor ezt azért mégis csak elmondom nektek, hogy pontosan, hogy van. Kettő királyok 6:15-17. És ezt elmondom nektek. Kettő királyok 6:15-17. Elizeus szolgája másnap reggel, ahogy fölkelt, rémülten látta, hogy a várost körbevette az ellenséges sereg a harci szekereivel. Így kiáltott. Jaj, mester, most mit tegyünk? Elvesztünk. Erre Elizeus, ne félj, mondta neki Elizeus. Sokkal többen vannak, akik értünk harcolnak, mint akik ellenünk. Azután Elizeus imádkozott, örökkévaló, kérlek, nyisd meg a szemét, hogy lásson. Így is történt. Az örökkévaló megnyitotta a szolga szemét, aki ekkor meglepetésében felkiáltott. Harci szekerek és lovak! Ugyanis Elizeus körül a hegy tele volt tüzes harci szekerekkel és lovakkal. Ezt megint csak ugyanazt fogom elmondani, és ugyanazt fogom megerősíteni bennetek, hogy itt ebben a helyzetben ugye Elizeus szolgája látott valamit. Tényeket látott, diagnózist látott, látta azt, ami körülveszi őt, és joggal megrémült, és megijedt, félelem fogta el, hogy most akkor nekünk milyen lehetőségeink vannak. És azt azért úgy gondolom, hogy fölmérte, hogy nagyon sok nincs, sőt, semmi esélyünk nincsen az ellenséggel szemben. De Elizeus, aki ott állt mellette, azt mondta, hogy ne félj, mert az Isten velünk van, aki vel képesek vagyunk győzelemre jutni. És meg Isten megnyitotta a szolga szemét, és látta a szolga, hogy valóban mennyien vannak velünk. És én azt gondolom, hogy azt kell, hogy összefoglalásképpen, azt kell, hogy lássátok, és lehet, ebben lesz az egésznek a lényege, hogy a félelem az mindig a láthatókra néz. Mindig arra néz, amit az érzékszerveinkkel felfogunk. Arra reagál, ami jön. És ez lehet egyébként szellemi dolog is, egy szellemi dolog, amire reagál a testünk, az érzékleteink, minden, amikor ilyenkor fogja az adást, amikor fogja ezeket az impulzusokat. És erre hogy reagál az ember, hogy reagál a szervezete? Negatív módon, vagy egy védekezési mechanizmus lép életbe, és megpróbálja valahogy át túlélni ezt a szituációt. Ilyenkor egyébként a szervezet is elkezd dolgozni, és megpróbál beindulni az a mechanizmus, hogy a szívverés fokozódik, stb. Tehát egy normális
amit Isten kitalált az ember számára, úgy reagálja le a stressz helyzeteket is, jobb esetben. De vannak egyébként olyan félelmek, amire azt mondja, hogy apátia, amikor már olyan állapotba kerül az ember, hogy egyszerűen megkövül és képtelen. Lehet, hogy láttatok már ilyet, amikor átfut egy macska az úton, szembenéz a reflektorral, és megáll nem csak azért, mert egyébként a reflektor a szemébe világított, hanem megijed, és egyszerűen ott megmerevedik. És nem tud tovább menni. De az embernek is van egy ilyen csomó ilyen helyzete, amikor képtelen tovább lépni abból a szituációból. Ezekről beszéltem eddig nektek. Nem vagyunk képesek tovább lendülni abból a helyzetből, mert egyszerűen leuralt bennünket. Rabszolgává tett bennünket. Tehát a félelem ilyen formában leuralt bennünket. De a megoldás erre az, hogy mi úgy próbálunk reagálni ezekre a szituációkra, hogy a szívünket megnyitva, vagy amennyire egyáltalán képesek vagyunk, ha képesek vagyunk egyáltalán a szánkat is megnyitni, de a szívünk mindenképp, meg a szellemünk mindenképp reagál az Istenre. Reagál a Szent Szellem jelenlétére. Reagál arra, hogy Isten ebben a helyzetben velünk van. Biztos vagyok benne. Tehát ez annak az embernek az életében is reagál, aki a halálán van. Tehát a kómában lévő embernek a szelleme is nyitott arra, hogy fogja az adásokat. Tehát a legtehetetlenebb embernek is a szelleme képes arra, mert Isten így alkotta meg az embert, hogy a szellemén keresztül szól az emberhez. Nem a lelkén keresztül szól az emberhez, hanem a szellemén keresztül, és a lelke erre reagál. És nem mindegy, a lelkünk mire reagál. És a félelemnél a lelkünk azokra a hatásokra reagál, amik sokszor mondom az érzékszerveinkre, és testünkön keresztül jönnek be az életünkbe. A szeretet pedig arra reagál, amit Isten elvégzett értünk, illetve nem a szeretet, hanem a hitünk arra reagál, amit Isten elvégzett értünk, és amit elvégzett az, hogy szeret bennünket, és a hitünk erre reagál. A hitünk ezt fogja föl, hogy Isten akkor is szeret bennünket, amikor a lehető legmélyebben vagyunk, és a lehető legkilátástalanabb helyzetben vagyunk. Akkor is szeret bennünket az Isten. Akkor is szeret, és erre a szellemünk fog reagálni. Én azt gondolom egyébként, hogy a megtérések javarésze sokszor ilyenkor dől el, sok ember hiteltelen ember életében, hogy ezekben a kilátástalan helyzetekben az ő szelleme egyszerűen kinyílik, megnyílik, és fogja az adást, hogy van egy Isten, aki ki tudja őt húzni ebből a helyzetéből. És akkor utána találkozik az élő Istennel, és reagálja le a helyzetet, és akkor megtér. És ez a lényeg ennek az egésznek. És higgyétek el, hogy a félelemre azt írtam, hogy a legjobb gyógyír az Istennek a szeretete. Ez a legjobb gyógyír a félelemre, az Istennek a szeretete. És én úgy gondolom, hogy a ti életetekben is, hogy ebben erősödjetek meg minden körülmények ellenére és minden körülmények közepette, hogy az Isten a szeretetét nem vonta meg, kiárasztotta ránk, és az ige, az jusson eszetekbe, hogy ha már akkor szeretett, amikor még bűnösként éltük az életünket, mi nem is foglalkoztunk Istennel, ő már akkor szeretett bennünket, akkor mennyivel inkább szeret most, amikor hozzátartozunk. Akkor is hozzátartozunk, ha elestünk, akkor is hozzátartozunk, ha hibáztunk, akkor is hozzátartozunk, hogyha ha a lelkiismeretem megpróbál, vagy az ördög megpróbál a lelkiismeretemen keresztül úgy hatni rám, hogy te elrontottál valamit, ezért érezd magad rosszul, és ezért legyen az, ennek a következménye az, hogy te most ebben a helyzetben vagy. Ez egy hazugság, ezt higgyétek el, ez egy hazugság, az az igazság, hogy Isten akkor is szeret benneteket, és ki akar hozni ebből a helyzetből. Úgyhogy én nagyon köszönöm, valószínű, hogy ez egy nagyobb dolog volt, nagyobb volumenű dolog volt, amit szerettem volna megosztani veletek, de hogyha csak egy picit is ráéreztetek arra, amit szerettem volna kifejezni, akkor már volt eredménye. Köszönöm.